Köszönöm, hogy megtaláltál. Legyen szép napot, Tisza Kavics. Rejtélyes, kreatív jólélek lepi meg mostanában a kisköreieket. Postaládákba kapuk elé csempészi ajándékait, egy-egy festett kavicsot. Abba a világba, amiben most élünk, amikor mindenki zaklatott, vagy az érzelmei túlságosan, az érzelmeink vezetnek nagyon sok helyzetben, akkor ez mindig mosolyra készteti azokat, akik kapnak. Kapnak a közintézmények, kapnak a lakosság is, nagy része is kapott már. Ha jól tudom, más településre is elviszik. Vannak beépített emberei ennek a különleges embernek, aki azt gondolom, hogy igazi ember, nagybetűvel, és nagyon, nagyon jó lelke van, bárki is az. Én csak hálát tudok neki mondani. Sünis, és egérkés, és csész is. A helyi óvodához is eljutott az ismeretlen festő. Egy kolléganőnk volt, aki megtalálta ezt az ajándékot, és minden óvodai dolgozónknak osztott belőle különféle mintákkal, aminek nagyon örültünk. Van, aki már kapott, van, akinek már volt otthon ilyen élményben része, a mostani pedig egy különleges volt, hiszen tényleg konkrétan nekünk érkeztek ezek a kavicsok, amiből lehetett választani. Nagyon sokfajta mintából és apró kis figurával ellátott kisebb-nagyobb kavicsok érkeztek, aminek nagyon örültünk. A gyerekeknek is olyannyira megtetszett az ismeretlen adományozó meglepetése, hogy tavasszal az óvónők kőfestőnapot tartanak az intézményben, de nem csak a kisgyermekek forgathatják kezeik között a pingált kavicsokat. A postaládával volt betéve, nagyon megörültem neki. Nagyon, szerintem nagyon kedves gesztus attól, aki ezt gyártja, és sok embernek örömet okoz, főleg gyerekeknek, meg hát felnőtteknek is. Egy egész település azon morfondírozik, hogy ki lehet a kavicsfestő. Találgat mindenki, mindenki úgy gondolja, hogy ő tudja a biztos megoldást, és ez is egy kicsit olyan, mint egy kalandregény, vagy mint egy mese is. És ez is kell az embereknek, hogy a jó, a pozitív hős példáját tudjuk követni, vagy vegyük fel. És hát mindenki találgat. Voltak már hajmeresztőbb dolgok, és én azt gondolom, hogy mindenki tudni véli, hogy ki a személy, de erősen tagad. Bárki is legyen, bárkit is meg idézőjelbe gyanúsítottak, erősen tagadnak azok, akiket gyanúsítottak ezzel az elfoglaltsággal. Az biztos, hogy nem sorozatgyártásban készülnek a kavicsok, hiszen az ajándék egyedi formájú, mintázatuk pedig meglepően sokféle. Ugyan az egész település által keresett jótétlélek rengeteg kavicsot festett már meg, a Tisza-tó vízszintje ettől még feltételezhetően nem csökkent jelentősen.